Na hát akkor tiszteletem, és köszöntök mindenkit innen a kettes villamos pótlásának első napjáról. Ilyen videót sem nagyon csináltam még, ahol beszélek, de úgy gondoltam, hogy igazából hát így lehet levlogolni legjobban az egészet. Úgyhogy ma megnézzük a pótlót, meg hogy eddig az első napon mit dolgoztak. Amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy ha azt nézzük, hogy matozték el, akkor igazából baromi jól haladnak. Hát ott állnak ilyen markolók, mindenféle, és itt már kiszedték a vágányokat. Ez ugye a Balassi Bálint utca, ott a Balaton utca, ott. Így ez pedig ugye a Balassi Bálint utca, arra felé van a Jászai Mari tér. És igazából a Jászain konkrétan nem csináltak ugye semmit, de már előtte itt végig teljesen föl vannak szedve a vágányok, és ugye a pótlóbusz maga az Kossuth Lajos térről indul, szóval azt fogjuk megnézni. Láthatjátok, hogy ez az óriási markoló, vagy nem is tudom, hogy minek kéne ezt hívni pontosan, tehát nem tudom a szakszót, de itt húzza a már kiszedett sínszálakat. Na hát közben átértünk az Országház látogató központhoz, és még ugye én sem tudom pontosan, hogy honnan indulnak ezek a pótlók, úgyhogy megnézzük. Tehát ugye itt írja, hogy június 20-át egy hónapig. Na tehát, itt vagyunk a kettes pótlónál, ez az ugye, hát egy kicsit odébb áll, mint a, ugye a villamos, nyilván nem tud bemenni, mert ugye a villamos ez valahol itt az épületnek a túloldalán van, ott áll meg, és a pótló meg ugye ebben az utcában, aminek nem tudom a nevét, de ugye megnézzük. Hát amúgy egy élmény volt megkeresni, egyrészt ugye át kell teljesen jönni az egész Kossuth téren, de ez még ugye kisebb baj, mert azt nem értem, hogy miért nem a Jászairól indul, de nyilván ennek megvan a magyarázata, ahogy annak is megvan, hogy miért nem Csuklós, hiszen ugye ezekben a kis utcákban megy végig. Jó, nem végig, de itt nagyon sokáig itt kavarog, a Vigadó tér utána még bőven, és ugye nem hogy a Csuklós, tehát sokszor még ez a busz is alig fér el, úgyhogy ennek tényleg megvan a magyarázata, és ugye 6 percenként jár. Tehát ugye ott a Kossuth tér, és megnéztem a Garibaldi utca, ez az utca neve, Garibaldi utca, és itt a Nádor utca sarkában, ott áll meg a pótló, úgyhogy, és ez indul ugye 6 percenként. Thank you.
időközben átjutottunk a Vigadó térre, és innen próbáljuk meg megkeresni visszafelé a pótlót. Egyelőre még járdát sem találok, és nem vagy a pótló. Na, szóval annyit előbb már kiszúrtam, hogy itt a rakparton jár, de ez nyilvánvaló. És akkor innen pedig talált ki. Hogy most így merre a megálló. Ugye itt a villamos megálló, akkor a busznak is való, ugye itt kéne lennie bent, vagy itt. Ugye meglátjuk. Hát hogyha a típusokat kéne megmondanom, hogy milyenek, hát itt előre láttam, ugye kettő darab, már láttam kettő olyan Volvo-t, Connectót, ugye ilyen, Mercedes-t is, illetve a Citaro 1-et is, tehát eléggé vegyes, amit így kb. Össze tudnak kukázni. Igazából ez a videó nem is lett volna nagyon több. Szóval ez a videó tényleg nem lett volna nagyon több, úgyhogy remélem tetszett és egy picit informálódtatok erről. Úgyhogy sziasztok!